Júri Korinyec, Ott messze, a folyón túl. Regény. Fordította Bojtár A tűz, a víz és a részkürtő. A bácsikám, nagyapám bátyja, rendkívüli ember volt. Igen viharos, nehéz életet élt, viszont soha nem unatkozott. Csodálatos ember volt. Mi mindent nem látott, miféle kényes helyzetekben nem került. A bácsikán megjárta a tüzet, a vizet és a részkürtőt. A bácsik kiváló vadász és halász volt. Szerette a természetet, és sokat kóborolt a világban. Télen és nyáron utazgatott, s mindig sapka nélkül járt. A bácsi ritka egészséges ember volt. Így sapka nélkül robbant be hozzánk is minduntalan. Hol a Pamírból, hol a távol keletről, hol Közép-Ázsiából. De legjobban éjszakot szerette. Éjszaka második hazája volt. Ezt maga mondta nekem. A bácsival együtt állított be hozzánk két kedvenc kutyája, Hang és Chang, rendkívüli kutyák. Mindig együtt voltak a bácsival. Hang német juhász, Chang pedig eszkimó kutya. Hangot a bácsi Moszkvában vette, Changot pedig valahol éjszakon szerezte. Nagyon szerettem a bácsi kutyáit. A bácsi mindig hozott vándorútjáról valami csodálatosat. Egy tigris bőrt, egy sarki delfin csontvázát, egy élő búvármadarat. De a legcsodálatosabb maga a bácsikám volt. Két lábon járó lexikon. Élő családi legenda. Amikor megjött, mindjárt lett nagy ricsaj. A bácsi meséitől, a bácsi ajándékaitól és a bácsitól magától. Nálunk mindenki szerette őt. Én meg egyszerűen bolondultam érte. De a bácsi is a világon mindenkinél jobban szeretett engem, Gyereke nem volt, a legény maradt. Nő meg minél hamarabb, szokta mondogatni nekem, és akkor együtt járjuk majd meg a tüzet, a vizet és a részkürtőket. Nyolc éves voltam, és még nem tudtam, hogy lehet tűzben, vízben és részkürtőben járni. Miféle kürtőkben fagadtam? Részkürtőkben, felelte a bácsi. Részkürtőkben. Az udvaron nem részkürtő van, már belemáztam, Hát éppen erről van szó, felelte a bácsi. A részkürtők hol vannak? Mindenütt. A városon túl? A városon túl. Az erdőben? Az erdőben is. A mezőn? A mezőn is. Hát a tűzben? Ez az, rikkantott a bácsi, éppen ott. Hát a tengeren? Ó, a tengeren annyi van, amennyit csak akarsz. És az égen? Az égen megszámlálhatatlanul sok van. Az égre néztem, üres volt. És hogy lehet megtalálni őket, kérdeztem. Nem keresik őket. Az élet értelmét keresik. Donner vetter, hogy nem érted. A boldogságukat keresik, hogy sót hincsenek a farkára. Donner vetter németül azt jelenti, hogy mennydörgős mennykő. Amikor a bácsi izgatott volt, mindig németül beszélt. És hogyan kell sót hinteni a farkára? kérdeztem. Meg kell járni a tüzet, a vizet és a részkürtőt, a bácsival folytatott beszélgetések után mindig minden összezavarodott a fejembe. Én is meg akartam találni a boldogságot, és sót akartam hinteni a farkára. És megjárni a tüzet, a vizet és a részkürtőt. De hogyan? A bácsi Moszkva környékén Tusinóban lakott. Ott volt egy kis kertje meg háza. Most Tusinóban is Moszkva van. De amikor kicsi voltam, Tusinó még falu volt. Reggelente kakasok kukorékoltak, tehenek bőktek, szekerek zörögtek a gidres gödrös utcákon. Sokszor ajánlottak már a bácsinak lakást a központban, de ő visszautasította. Szerette a csendet, mert hisz az ő életében enélkül is épp elég zaj volt, és szeretett volna a természet közelébe maradni. Már megint begubózott a bácsi, szokta mondogatni a mama, amikor a bácsi hazament. De általában ritkán volt otthon. Nálunk is ritkán. Amennyire emlékszem, folyton kiküldetésben járt. Ilyen volt a munkája. Meg ő ilyen izgága ember volt. De amikor a bácsi otthon volt, szerettem vendégségbe menni hozzá. A bácsinál jobban éreztem magam, mint otthon, mert nála igazi szabadság volt. Nála azt csinálhattam, amit akartam. Akár kézenálva is járkálhattam. A bácsi mindent megengedett. Ő maga is szeretett játszani, amikor nem volt dolga. Vonatokat készített velem együtt, székekből, hajókat eregetett a teknőbe, vagy szappambuborékokat az ablakokból, vagy a hátán lovagoltatott, mint egy indiai elefánt a rágyzáját. Fenekestül felforgattuk az egész házat, míg a fáradtság le nem vett a lábunkról. De mit is beszélek, a bácsival lenni mindig érdekes volt. Esténként a térdére ültetett, és felolvasott nekem egy képes könyvből, vagy mesélt. Csodálatosan tudott mesélni de legjobban a saját élményeit tudta mesélni. Millió és millió ilyen története volt. Nehezen nincs mit csodálkozni, ha valaki ismeri a bácsi életét. Senki nem tudott úgy mesélni, mint ő. Ebben nem akadt versenytársa. Sok történetére emlékszem, de különösen egyre, még gyerekkoromból. Sokszor hallottam, és már kívülről tudom. Mint az egyszer egyet. Úgy ismerem, mint a tenyeremet. Nem csak a bácsitól hallottam. A családban mindenki szívesen mesélgette ezt a történetet. A papa különösen szerette. És a mama is. És a nagymama is. A bácsi, meg a mama mamája. És persze én. Ez a történet családi tulajdon volt. Elválaszthatatlan tőlünk. Családunkban ez a nagybácsi öröksége. Ezt a történetet nem lehet nem szeretni, mert olyan csodálatos. Nagyon régen történt. A század elején, az orosz-japán háború idején. Talán hallottatok már erről a háborúról. Számunkra elég rosszul végződött. Nem a katonákon múlott a dolog. Az oroszok mindig bátor katonák voltak, hanem a cáron meg a rendszerén, a cárizmuson. A cárizmus agyaglábon álló kolosszus volt. A kolosszus valami nagyon nagyot jelent. El tudjátok képzelni, mi történik, ha egy kolosszus agyaglába konál? Természetesen, összeomlik és lám össze is omlott. Kitört a forradalom. Így magyarázta a bácsi. De akkor, a forradalom előtt, az orosz-japán háború idején a bácsi sorkatona volt a flottánál. Később aztán a lovassághoz került. A flottánál a bácsi a hajószakát segédje lett. Az ő feladata volt szecskára vágni a lisztet, és lyukat fújni a makaróniba. A bácsi olyan jól fújta a lyukat a makaróniba, és olyan jól vágta a lisztet, előléptették, ő lett a kazánfűtő. Jelesen szolgált a bácsi. De a fronton a helyzet egyre rosszabb és rosszabb lett, nem volt elég lövedék. Ezért mi főként sapkákkal harcoltunk. Egyszer a cirkáló, amelyen a bácsi kazánfűtőként szolgált, csapdába esett. Négy japán cirkáló bekerítette. Banzáj! kiáltásokkal vetették magukat a japánok a bácsi cirkálója után. Elhatározták, hogy élve kapják el. Persze a bácsi hajóján nem volt lövedék. A bácsi gőzt fejlesztett, és cirkálója megindult a nyílt tenger felé. A japánok üldözték. Ekkor a bácsi magához rendelte a kazánházba a hajó parancsnokot. Megmentem az embereket, és megsemmisítem az ellenséget, mondta a bácsi. Ha egy órára ad mellém két helyettest, egy fejszét és nyárfahasábokat. A parancsnok persze mindjárt beleegyezett. Csak egy valakiben reménykedhetett, a bácsiban. A bácsi ott a két helyettesét, hogy a kazánban tovább fejleszék a gőzt. Ő maga pedig fogta a baltát, a nyárfahasábokat, és bezárkozott a kapitány fülkéjébe. Erről senki nem tudott. A matrózok a maguk dolgával voltak elfoglalva, a cári tisztek pedig bánatukban bankentet rendeztek, és leitták magukat a közös kajütben. A cirkálón ilyen alkalmakra külön cigányzenekar tartottak meg Pesgőt. Egy óra múlva a bácsi kijött a fedélzetre, és megparancsolta, hogy hívják oda hozzá hajó parancsnokát. Parancsnok alig állt a lábán, teljesen kótyagos volt a pesgőtől, a cigánylányoktól és a félelemtől. Ráadásul a cirkáló erősen imbolygott. De a bácsi biztosan állt a lábán. Engedjétek őket közelebb, mondta a bácsi. És akkor én vízre ereztem ezt a micsodát. A bácsi kezében volt a micsoda. Amikor a japánok ágyúlövésnyi távolságra értek, a bácsi vízre eresztette azt a micsodát. Egy másodperc múlva a japánok levegőbe repültek. Sokan kérték a bácsit, hogy mondja el, miféle dolgot csinált, de nem mondhatta el, mert az igen rettenetes micsoda volt. Úgyhogy az egész az ő titka maradt. Még nekem sem árult el semmit. Amikor nagyon faggattam, felragyogott a szeme, és azt kiáltotta. Ez etvasz volt. Etvasz. Az etvasz azt jelenti, hogy valami szintén németül. A bácsi nagyon szerette ezt a szót. Ezután a bácsi mindig hallgatásba merült. Ha szükségesnek látszott, a bácsikám olyan néma tudott lenni, mint a sír. Hát, ilyen ember volt ő. Nyolc meg öt, egyelő tizenhárom. Nyolc éves koromtól kezdve az etvasz nem hagyott nekem nyugtot. Éjjelente róla álmodtam. Nappal rágondoltam. Otthon rágondoltam. Az udvaron rágondoltam. Rágondoltam, amikor az iskolába mentem. És az órákon is rágondoltam. És szünet nélkül etvaszokat firkáltam a papírokra. És mindig másféleképpen. Hatalmas hal volt, leginkább bálnára hasonlított, amely elnyelt hajókat, csónakokat, szigeteket. Máskor sok szemű, sok és sok madár volt, olyasféle, amilyet a bácsinál láttam a rokkám. Lerajzoltam, hogyan nyelt el a hordat, a csillagokat és a léghajókat. Tudjátok, mi az a léghajó? Semmit nem mond nektek ez a szó. Nagy kár. Nekem sokat mond. Amikor kicsi voltam, a léghajók nagyon divatban voltak. A léghajó gyönyörű. Hatalmas hólyag, amit gázzal töltöttek meg. Szivar alakú hólyag. Alulról a hólyaghoz egy kabint erősítettek. Ebben ültek az emberek. És repültek. A léghajók óriásiak voltak. Magasabbak, mint egy négyemeletes ház. Az én Etvaszom egyszerre húsz ilyen léghajót nyelt el. Hát, ilyen Etvasz volt az. Nagyon nehéz volt lerajzolni. Még a lélegzetem is elállt közben. De egyetlen raj sem felelt meg az elképzeléseimnek. Ekkor absztraktul rajzoltam le az Etvaszt. Hogy mit jelent absztraktúl rajzolni? Absztraktúl rajzolni azt jelenti, hogy olyasmit rajzolok, amiről nincs semmilyen elképzelésem és úgy rajzolom, hogy semmire se hasonlítson. Ez persze rettenetesen nehéz. Időnként figyelemreméltó rajzaim születtek. Egyszerűen megrázók. De ezekből senki soha semmit nem értett. Még a rajztanárom se. Az ilyen rajzaimra azt írta, nagyon rossz. De én nem sértődtem meg, hisz ő nem tudta, mi az az etvasz. Én viszont tudtam. Helyesebben nem tudtam, hanem sejtettem. Egyedül a bácsi tudta. Időnként felismerte rajzaimon az etvaszt. Oda vittem a bácsihoz a rajzot, és azt mondtam neki, tessék. Mi ez? kérdezte a bácsi. Etvasz, suttogtam. Badarság, haragudott meg a bácsi. Ez egyszerűen badarság, nem pedig etvasz. Nem etvasz. Ez talán nem etvasz? Ez hülyeség, kiabálta a bácsi. Ez tehetségtelenség. De hogy kell rajzolni az etvaszt? Nem tudom, fogalmam sincs. Hogy, hogy nem tudod, mondtam neki majdnem sírva. Annyit meséltél nekem az etvaszról, most pedig azt mondod, hogy nem tudod. Én nagyon is tudom, hogy mi az az etvasz, ordította bácsi, de lerajzolni nem tudom. Nincs hozzá tehetségem. Hát nekem? Neked van tehetséged? Kinek lenne tehetsége, ha nem neked? Keresni kell, menj és keres. Mit keressek? Hát az etvaszt, bömbölt a bácsi. Hol? Donner Vetter kelt ki a bácsi magából. Magadban keresd, magadban, rajzolj, dolgoz, és akkor megtalálod az etvaszt. Megnyugodva elszaladtam, újból nekiálltam rajzolni. Úgy rajzoltam, mint egy megszállott. Nem sokára egyszerre ötven rajzot vittem oda a bácsinak. Ő figyelmesen végignézte őket. Időnként egy-egy rajzot kiragadva felugrott, szaladgálni kezdett a szobába. Közben a rajzol hadonászott. Nagyszerű! Ahotázok ez Etvas! Remek, elragadó, lenyűgöző, fenomenális, remek mű! Ebben a szellemben folytasd, és ember lesz belőled. És én folytattam. A legjobb rajzokat, azokat, amelyeken ott volt az Etvas, a bácsinak adtam. Ő egy külön dossziéban gyűjtötte őket. Szívesen mutogattam a rajzaimat a barátaimnak. Mindenkinek elmeséltem, hogy van egy bácsikám, aki megjárta a tüzet, a vizet és a részkürtőt, és a végén meglátta a rettenetes szörnyet. Ezt a szörnyet etvasznak hívják. Amikor felnövök, mondogattam, a bácsi majd magával visz. Megjárjuk majd a tüzet, a vizet és a részkürtőket, és akkor majd meglátom az etvaszt, és hazahozom. Egyesek kinevettek, de sokan tisztelettel hallgattak, különösen egy lány. Válja, akivel egy osztályba jártam. Csak arra kért, hogy mutassam meg neki ezt a szörnyet, ha majd megszereztem. Hát persze, megígértem. Csupán arra kértem, hogy várjon. És ő megígérte, hogy várni fog. Várni pedig sokáig kell. Egészen addig a napig, amíg 13 éves leszek, így mondta a bácsi. Amikor betöltöm a tizenhármat, mondta, vándorútra indulunk. Éjszakra megyünk. Először vonaton, azután átszállunk hajóra, és a fehér tengeren megyünk. Azután csónakba ülünk, és folyókon haladunk, vízeséseken és tavakon át. Egyre messzebb és messzebb, fel éjszakra. Azután kiszállunk, és gyalog megyünk. Mindeközben átvágunk majd tűzön, vízen és részkürtön. Ezeket mindig valahogy mellékesen teszi az ember. Külön ennek senki nem vág neki, így mondta a bácsi és végül még a vadonon is keresztül kell majd vágni magunkat, mert a vadonokban található az etvasz. Ti szerettek átvágni a vadonon? Én nagyon. Ez nálam bizonyára öröklött dolog. A bácsim egész életében vadonokon vágott át. Néha úgy vágott át a vadonokon, hogy ki sem tette a lábát a lakásból. Saját magában vágott át rajtuk. De erről majd más alkalommal mesélek. Tudjátok mennyi az, hogy 13-ból 8-at? 13-ból 8 az egyenlő 5. És az, hogy 13-ból 5, 13-ból 5 az egyenlő 8. És mennyi az, hogy 8 plusz 5, 8 plusz 5 az egyenlő 13? Ez matematika. Ezelőtt sehová sem bújhat el az ember. Ezért is vártam, hogy mikor leszek már 13 éves. Hang és csang. Sokan kérdezték a bácsitól, miért kell neki két kutya. Nem elég magának egy, mondogatták neki. El lehet képzelni, mennyi gond van velük. Etetni, fürdetni, nevelni kell őket, hát hogy bírja? Éppen ez az, hogy több kutyával könnyebb, mint egyel, felelte a bácsi. Csak az a fontos, hogy a jellemük különböző legyen. És egymásra kell bízni őket. Akkor egymást fogják nevelni. Én természetesen irányítom ezt a nevelést, felügyelek rájuk. De ami a lényeget illeti, egymást nevelik. Sőt, még engem is neveltek. Az unokaöcsémről már ne is beszéljünk. az rólam. És valóban így volt. Hang és csang csodálatos pedagógusok voltak. Megtanítottak úszni. Megtanítottak fára mászni. Gerendán egyensúlyozni. Kerítésen átugrálni. Hasonkúszni, menetelni katonásan. Jobbra-balra fordulni, lépést tartani, ugatni, és sok minden másra is megtanítottak. Rendkívüli kutyák voltak, nagyon sokkal tartozom nekik. De a legjobban egymást nevelték. Hang például nem szeretett fürdeni. És mit gondoltok, amikor a bácsi kijelölte a fürdésnapját, mit gondoltok, ki volt az, aki segített a bácsinak hangot bekergetni a fürdőbe? Én? Há, még mit nem, Csang volt az. Ilyen napokon mindig elmentem a bácsihoz, hát persze csak akkor, ha szabad voltam. Levetkőztünk, csak alsónadrág volt rajtunk. Én vizet öntöttem a kádba, és beledobtam két darab szappant. Ezután hívtam a bácsit. Ő ellenőrizte a víz hőmérsékletét. Na, gyerekeim, vezényelt, amikor már minden készen volt. Mars fürdeni! Csang nem kérlelte magát, nyomban megjelent. Hang viszont mindig elbújt valahová. Tímasság, kiáltotta bácsi. Hol van hang? Csang nyomban hang keresésére indult, és elsőnek ergette be a fürdőbe. Aztán Csang maga is beleugrott. Ha Csang makacskodott, Csang jól elpáholta. Nem volt nehéz megfürdetni a kutyákat. Saját maguk mosakodtak. A bácsi meg én csak segítettünk nekik. Hang és Csang parancsra bemásztak a kádba, ott ugrándozni, bukfencezni kezdtek. A bácsi ezt kutyabukfencezdének nevezte. A bukfencezde sokáig tartott. Az állatok a kárban vastag szabban habot vertek. A habszerte szerte széjjel A bácsit, meg engem, tetőtől talpig szappa habborított. Habborította az egész fürdőszobát is. Amikor a kutyák már tisztára mosdottak, lezuhanyoztuk, törülközővel pedig szárazra törültük, és kiengedtük őket a szobába. Ha kint fagyott. Nyáron az udvarra engedtük őket. Fürdő után hang és csang sokáig kergetőztek, mint az eszeveszettek. Hát nem tudom mitől, de fürdő után mindig nagyon vidámak voltak. A kutyák után mi is megfürdöttünk, persze nem ugyanabban a vízben. Aztán vacsoráztunk. Konyhában ettünk, vacsora után pedig a szobában teáztunk. A kutyák szintén a konyhában vacsoráztak. Evés után aztán ők is leültek velünk teázni. Hát teját persze nem ittak. Egyszerűen csak ültek a széken, és élvezték a társaságunkat. Csang nagyon jól viselkedett az asztalnál. Viszont Hang megpróbált néha leverni valamit. Ő különben is nagy kópé volt. Néha titokban felmászott a díványra, amit a bácsi kategórikusan megtiltott neki. Hang gyűlölte a macskákat. Mindig felkergette a szegényeket a fára. A bácsi soha nem szólt ezért Hangnak. Ez Csangra bízta. Amikor Csang észrevette, hogy Hang elcsort egy cukrot az asztalról, nyomban elszedte tőle, és visszaadta a bácsinak. Csang lekergette hangot a díványról. És megmentette tőle a szerencsétlen macskákat. Csang mindig maga büntette meg hangot, sarokba állította, vagy megráncigálta a fülét. Hang pajkos volt, de vidám és fáradhatatlan. Csang viszont lusta volt, nyugodt, kiegyensúlyozott, és nagyon szép. Hang nem volt annyira szép, viszont bátor volt és erős. Vakmerően vetette magát a farkasokra és a medvékre, és nem egyszer megmentette már a bácsi életét. De a legcsodálatosabb mégiscsak Csang volt, fiatal, okos, nemes. Még sok más tulajdonsága is volt. Csangért mindenki rajongott. Egyszer egy este vendégségben voltam a bácsinál. Éppen kívánság műsor volt. Minnyájan, én, a bácsi, hang és csang, a rádió mellett ültünk, és a műsort hallgattuk. Emlékszem, egyszer csak bekonferálták a Sztyeppe, Széles Sztyeppe című dalt a bácsi kívánságára. Nagyon szerette ezt a dalt. Egyáltalán a bácsi nagyon muzikális volt. Kitűnő hallással áldotta meg a sors. Egy egész szimfóniát el tudott dúdolni ám fejből, eközben utánozta az egyes hangszerek hangját is. Nagyon szerette a régi forradalmi dalokat, ifjúságának dalait, és az orosz népdalokat. Ezek közül is különösen a sztyeppe széles sztyeppét. Amikor a bácsi ezt a dalt énekelte, mindig egy kicsit szomorú lett. Így történt ez most is. Ott ült kedvenc karosszékében a rádió előtt, fejét lehajtva. Hang, Csang és én néztük. A villanyt leoltottuk, mert teli hold volt, és a hatalmas hold egyenesen bevilágított az ablakon. Lemesev énekelt. A bácsi pedig együtt fújta vele, és ekkor hirtelen Csang is énekelni kezdett. Olyan váratlanul történt, hogy a bácsi elhallgatott, kővédermedtünk. Csang vonyított, magasra tartva szomorú pofáját. Egész külseje mérhetetlen bánatot és fájdalmat fejezett ki. Minden verszak után szünetet tartott. Szégyenlősen félrefordult, aztán megint folytatta. Láthatóan restelte, hogy nincs ereje abba hagyni. Csang nagyon kifejezően énekelt. Szívből! Mély bársonyos hangja volt. Éneke magával ragadott bennünket. Mozdulni sem mertünk. Hang pedig a meglepetéstől behúzta a farkát és a sarokba sonfordált. Amikor Csang a dal egy bizonyos sorához ért, olyan hangot hallatott, hogy mindannyiunk háta beleborsódzott. Csang behunta a szemét, a szemfogait kivicsorította, egész testében remegett. Valóban szörnyű volt. Amikor Csang befejezte, bácsi felzakogott és a kutya nyakába borult. Donner vetter, zokogta Csangot ölelgetve. Donner vetter. Én is meghatódtam. Kis hián elsírtam magamat. Megöleltem Csangot és a bácsit. No, Csang, no, bácsikám, no, Csang, no, bácsikám, suttogtam. Hang pedig ott ugrált körülöttünk, végignyalt mindegyikünket, és keservesen vonyított. Ezután az eset után a bácsi hangot is megtanította énekelni. Helyesebben Csang tanította meg. A bácsi csak segített. Ennek eredményeképpen a bácsi létrehozott egy nem is rossz kutya duettet. Csang bariton volt, hang pedig gyermekszoprám. A bácsi szájharmonikán kísérte őket és vezényelt. Néha én is vezényeltem. A duett a bácsi kíséretében szépen szólt, nagyon összehangoltam. A kutyák gyönyörűen énekeltek, de persze Csang volt a jobb, ő volt az előénekes. A bácsi duettjének híre messze járt különféle sötét alakok kezdtek hozzájárni, és kérték, hogy adja el nekik a muzikális kutyáit. De mindenkit visszautasított, és amikor ezek nagyon makacskodtak, rájuk uszított a hangot és csangot. És ilyenkor ezek az alakok alig bírtak elmenekülni. Nem olyan ember volt a bácsikám, hogy csak úgy eladja a barátait. <coughs> O skał kazak rzegulajca Ojdatan skał kazak rzegulajca